Sziasztok! Egy egyszerű témát fogok itt mindjárt végignézni, és keresenek legyen itt nekünk a négyzetáros lap, az abszolút érték. Az abszolút érték definíció szerűen, mivel egyenlő, x-el, vagyis önmagával, hogy az x abszolút értéket nézzük, abban az esetben az x az nagyobb, mint nulla. De természetesen nullával egyenlő, abban az esetben, hogy az x az pont nulla, és az ellentetjével, is mínusz x-el, hogy az x az negatív. Ez az abszolút értéknek a definíciója. Elsőre egy borzasztó bonyolult és összetett dolognak tűnik, de igazából most már láthatjuk, hogy alapvetően ennyi az egész. Én nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen szoktunk az abszolút értékről beszélni. Húzunk egy számegyenes, és azt mondjuk, hogy itt van a nulla, ott lesz mindjárt a mínusz 5, és a mínusz 5-nek az abszolút értéke az plusz 5, mert hogy ugye az abszolút érték a nullától való távolság. Ez nagyon szép és jó megfogalmazás, és nagyon egyszerűvé teszi az abszolút értéket, ám de az vele az állandó probléma, hogy így nem értjük azt, hogy amikor egy ismeretlennek veszük az abszolút értéket, az mit jelent. Ha itt is azt nézzük, hogy a mínusz 5 abszolút értéke az ő ellentetje, mert hogy kisebb, mint nulla, akkor már is megoldottuk a dolgot. Nézzünk egy egyenletet. x plusz 2 abszolút érték egyenlő három. Ezt meg lehet oldani számtalan féle módon, és egyik megoldás sem rossz. Félreértés ne esik. x plusz 2 egyenlő hárommal, vagy mínusz 3-mal, hiszen az abszolút érték vagy pozitív, vagy negatív, vagy az x plusz 2 értékét kiértékeljük, de nézzünk egy egyszerűbb megoldást erre az egészre. És ez az egyszerűbb megoldás az, hogy megint csak húzunk egy számegyenest. A számegyenes itt a mi legjobb barátunk és segítőtársunk lesz. Megnézzük, az x plusz 2 hol nulla, ez a mínusz 2-nél lesz, és ide rajzolunk egy kis karikát. Innentől kezdve megnézzük, hogy hol lesz ez pozitív. Ha az x nagyobb, mint mínusz 2, akkor pozitív lesz az értéke az abszolút értékben lévő kifejezésnek. Mondjuk kipróbáljuk az 5-tel. 5 Öt meg 2 az 7, és erre pozitív, és ahol pozitív, folytonos vonalat húzunk, ahol negatív, oda pedig szaggatott vonalat. És ebben az esetben egy dolgot kell már csak megtanulnunk, ha folytonos vonalat látunk akkor az abszolút értéket zárójelre cseréljük, ha szaggatott vonalat, akkor mínusz zárójelre. És ebben az esetben az egyenletünk borzasztó mód leegyszerűsödött, mert hogy mit fogunk látni, mínusz kettőnél két részre oszlik a számegyenes, két intervallumra, a mínusz kettőnél kisebb, és a mínusz kettőnél nagyobb részre. Vehetjük a mínusz kettőt is külön, de abban az esetben, ugye, ahogy látjuk, amikor nulla az abszolút értéknek az értéke, az igazából tekinthetjük úgy, hogy önmaga, tekinthetjük úgy is persze, hogy ellentetje, de le tudjuk egyszerűsíteni itt az abszolút érték definícióját a használat szempontjából, hogy önmagát kapjuk abban az esetben, hogyha nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, ami az abszolút értékben van, és az ellentetjét, ha kisebb, mint nulla. Ez azért nagy segítség nekünk, mert hogy ugye visszatérve az egyenletünkhöz, nem kell mínusz kettőt külön esetként kezelnünk, hogy akkor nulla az érték, hanem egész egyszerűen azt mondjuk, hogy két esetünk van, az x kisebb, mint mínusz kettő, és az x nagyobb, vagy egyenlő, mint mínusz kettő. Megnézzük a számegyenest, ott járunk, x kisebb, mint mínusz kettő, akkor szaggatott vonal, mínusz zárójelet írunk, Minusz zárójel x plusz 2 egyenlő 3 -mal. Ez lesz az egyenletünk. A másik eset? x nagyobb vagy egyenlő, mint mínusz 2, folytonos vonal, az abszolút értéket simán zárójelre cseréljük. Zárójel x plusz 2 egyenlő 3, és mind a két esetben más dolgunk nincsen már, mint megoldani az egyenletet. Minusz x egyenlő 5, x egyenlő mínusz 5. Benne van az intervallumban? Kisebb, mint mínusz 2? Hát a mínusz 5 kisebb, mint mínusz 2, akkor rendben vagyunk. Másik, x plusz 2 egyenlő 3, kivonjuk a 2-t, megkapjuk egy x egyenlő 1 egyel, megint ellenőrzünk, nagyobb vagy egyenlő, mint mínusz 2? Igen, akkor itt is rendben vagyunk, találtunk 2 megoldást, jön az ellenőrzés, mínusz 5 meg 2 az mínusz 3 az Abszolút értéke minusz, minusz 3 és plusz 3 az oké, okay. x egyenlő 1-et is be tudtuk helyettesíteni, ebben az esetben is meg tudtuk oldani az egyenletet, 1 meg 2 az egyenlő 3. Na, de nézzük most egy gyorsan egy bonyolultabb dolgot. x plusz 3 abszolút érték plusz abszolút érték 3 mínusz 2x, 5x plusz 10, nem zárójel, hanem abszolút érték plusz 1. Az 1, ez az nagyon jó. Fú, elsőre most sokkot kapunk, micsoda bonyolult egyenletet kaptunk, van benne három abszolút érték is, jaj, anya, segíts, de nem esünk kétségbe itt a számegyenes. Azt mondja, hogy x plusz 3 mínusz 3-nál jobbra tőle pozitív, balra tőle negatív. Oda is írhatjuk ki ez az x plusz 3 abszolút érték, hiszen most három darab ilyen szaggatott és folytonos vonalunk lesz. Vagy használunk színeket, ez talán még egyszerűbb is. 3-2x, ez bonyolult, ez hol lesz nulla? 3 egyenlő 2x, x egyenlő 3 ugye? Nagyon jó, szuper! 3 t bejelöltük, és akkor megint megnézzük, Hoppá, ez trükkös, figyeljünk. Azt, mondja 3 2 nagyobb, adnunk, a 10-et beírjuk, azt, hogy a 3-ból 20 u az negatív, akkor ott jobbra tőle szaggatott, balra tőle folytonos vonal van. Nézzünk egy újabb szint, mondjuk a pirost. 5x plusz 10 hol lesz 0? x egyenlő mínusz 2. Nagyon jó, már is bejelöljük a kis karikánkat. És megnézzük, megint csak, hogy azt mondja, hogy hát az x az nagyobb, mint 0, 0 szorozott az 0, meg 10 az pozitív, super, behúztuk, folyton, és megvagyunk. És most jön, ez választunk egy jó szint, ami még nem volt, csak hogy ne kavarodjunk bele, és azt mondja, hogy mínusz 3-nál, mínusz 2-nél és 3-2-nél vannak elválasztó pontjaink, 1, 2, 3 és 4 részünk van. Nézzük az első részt. Az első rész akkor van az x kisebb, mint mínusz 3, és ebben az esetben x kisebb, mint mínusz 3, megnézzük, mi történik. Ha az x plusz 3 abszolút érték a szaggatott vonal, akkor ezt mínusz zárójelre cseréljük. Mínusz zárója x plusz 3 plusz, 3 mínusz 2x az a zöld, az folytonos vonal, a simán zárójel. Megyünk tovább, egyenlő, 5x plusz 10, ez a piros, a szaggatott vonal, akkor mínusz zárójá, és kész is vagyunk. Ezt kell megoldanunk. Arra kell figyelnünk, ez eredmény kisebb legyen, mint mínusz 3. De nézzünk még egy példát, a második intervallum, az x az ugye kisebb, mint mínusz 2, és nagyobb vagy mint mínusz 3, megnézzük, sötét kék, az x plusz 3 az folytonos vonal, az a sima zárójel, a zöld az folytonos vonal, azaz sima zárójel, a piros a szaggatott vonal, vagyis minusz zárójel. Itt nem fogunk kiférni, igen, ez el egy kicsit csúsztatva, véletlenül ott rányomtam fölfelé, de oda, alá, oda préseljük. Igazából nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy lássuk azt, hogy mennyire egyszerű. Egy dolgunk van, hogy a szám rajzoljuk be ezeket az abszolút értékeket, és nézzük meg, hogy hol szaggatott, hol folytonos vonal. Ha tudjuk, hogy hol melyik van, akkor utána a szaggatott vonalnál mínusz zárójel, a folytonos vonalnál pedig sima zárójelre cseréljük az abszolút értéket. Ennyi az egész, ez az abszolút érték. Hajrá, gyerekek!